Laparoszkópos torony és gasztroszkópos vizsgálóeszköz. A jövő fejlesztésének nevezte ezeket a műszereket Adorján Gusztáv főigazgató. A LEGO Kft. Ajándékai nagy segítséget jelentenek a gyermeksebészetnek, ugyanis Európában jelenleg ezek az elérhető legmodernebb eszközök. A főigazgató elmondása szerint a közel 27 millió forint értékű adomány azért is nagy érték a Józsa András Oktatókórház számára, mert önerőből nem tudták volna megvásárolni. Intézményünkben 15 ágyon gyermeksebészet működik, már egy megfelelő műszerparkkal, ezzel a műszerrel még jobbá tudjuk tenni, illetve nagyon komoly endokrinológiai részlegünk van, kivizsgálásunk van, tehát gyakorlatilag itt is tudjuk ezt a gasztroszkópiát használni. Azt gondolom, hogy a szakembereink rendelkezésre állnak, és még egyszer nagyon szépen meg szeretnénk köszönni az ötletadónknak, a LEGO Szép Csoportnak azt, hogy elmúlt évben is egészségügyi egy mentőautó adományozása, és ebbe az évben pedig ennek a műszer adományozásával járul hozzá a kisbetegeknek a gyógyulásához. Az új eszközök a gyermeksebészeti beavatkozásoknál jelentenek nagy segítséget. Ezentúl kisbehatoláson keresztül tudnak majd diagnosztizálni és operálni csecsemőket is, közölte Dicső Ferenc, a gyermekosztály főorvosa. A műszerekkel gyomor- és bélrendszeri átvizsgálásokra is van lehetőség ezentúl, amellyel megállapíthatják a liszt vagy tejérzékenységet. De végezhetnek akár vakbélműtétet és fejlődési rendellenességeket is diagnosztizálhatnak, hangzott el a rendezvényen. A LEGO Kft. Alapítványa a dolgozók ötleteit valósítja meg, így volt ez a mostani adományozásnál is. Idén Ruzsinszki Takács Ilona tervét támogatták. Megkérdeztük a kórházat, hogy pontosan mire van szükség és miért. Nálunk ez a projekt, a projektek kezelése úgy zajlik, hogy a kollégáink adják be a terveket. Az üzemi tanács az, aki elbírálja, és az üzemi tanács viszi tovább a LEGO alapítványa felé. Ugyanezt a folyamatot jártuk be ezzel a kezdeményezéssel is természetesen, és szerencsére támogatást kaptunk. Utána kezdett a beszerzésünk azzal foglalkozni, hogy megtalálják ezt az eszközt, és a legjobb, legrövidebb időn belül üzembe is tudjuk helyezni. A nyíregyházi legógyárban 2800-an dolgoznak, de ez a szám folyamatosan emelkedik, közölte a gyárigazgató. Hozzátette, a cég fontosnak tartja a térségben a társadalmi felelősségvállalást, és mivel a gyerekek a jövő építői, ezért segítenek minél többször a Józsa András Oktatókórháznak.